Na hát egyedül vagyok itthon, és nem tudom egyedül elvinni ezt a fotelt innen, úgyhogy... Úgyhogy még marad, majd most már elrakatom komolyan, mert ez így nem jó. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb barangolás Európában rész lesz, amiről már a havi összegzésben kicsit hallhattatok, ugyanis ma egy szoszó-ukrán szerzőről lesz szó, azért így mondom, mert hogy igazából több gyökere van a szerzőnőnek, ezért, hát mindegy, molyon-ukrán szerzőcímke van rajta, úgyhogy én most ahhoz fogom magam tartani, és ezért fogom külön most csak ukránnak besorolni, egyébként fehér-orosz születésű. Ebből lehet, hogy már kitaláltátok, hogy a mai szerzőnk nem más, mint Natalia Serba, és az ő könyvsorozata lesz terítéken, az Óra Mágusok sorozat. Főképp ez az első rész az Óra Kulcs, mivel hát úgy akartam, hogy majd, hogyha elolvastam az eddig megjelent részeket, de a második, harmadik részről úgyse fogok tudni rendesen beszélni spoilermentesen, úgyhogy így az első részről fogok kicsit részletesen beszélni. Erről a könyvről már egyébként a havi összegzésen kívül egy másik videóban is láthattatok kicsit dolgokat, hallhattatok beszélni, ugyanis Natalia Serbával volt egy nagyon különleges író-olvasó találkozunk az Európa Kiadó szervezésében, arról majd a vlogot ide belinkelem. És akkor most ebben a videóban megcsinálom a Barangolás Európában részt hozzá, és le kell majd kaparnom a térképemen is. De arról majd később, vagy másik videó lesz róla, nem tudom. Szóval, az Óra Mágusok sorozatnak eddig három része jelent meg. Az első az Óra Kulcs, a második az Óra Szív, a harmadik pedig az Óra Torony. Én jelenleg az Óra Szívet olvasom, és ennyinél tartok. Beszélgessünk akkor arról, hogy ez az Óra Kulcs, ez az első rész milyen is volt. Nagyon régóta szemeztem ezzel a könyvvel, pont azért, mert... Hú, nem is tudom, hogy random elém került, aztán Ági megvette, olvasta, értékelte, és neki nagyon tetszett, és akkor tényleg már így bizonyosságot nyert, hogy ez egy jó választás lesz szerintem nekem a Barangolás Európábanhoz és az ukrán részhez. És ez teljesen bevált, mert ez egyébként egy nagyon szuper kis ifjúsági fantazi. Nem az az ifjúsági, ami ez a 15-6-7 éveses, hanem a 12-3 éveses ifjúsági. Mint a Harry Potter eleje, vagy a Percy Jacksonok, az a kor kategória inkább. Ennek a világnak az az alapja, hogy vannak ezek az óramágusok, akik az idővel tudnak az időt. Igen, az idő az, ami a varázslat alapja ebben a világban, és alapjába véve egy kislányt követünk, nem annyira kislány, 12, majdnem 13 éves lányzót követünk, Vasilisát, aki a Földön él, ami ebben a könyvben az ostala. Így fogom mondani, lehet, hogy nem így kell mondani, de nem tudom, az ilyen oroszos kiejtése vajon hogyan lehet, vagy hogyan nézhet ki. És emellett az ostala mellett létezik az Eflara, ami egy időszakatás következtében jött létre, és ott vannak az óramágusok az Eflarán, és az a helyzet, hogy az ostala hamarosan bekebelezi az Eflarát, mert az időszakadás a két világ között csökken. És az ostala fogja bekebelezni az Eflarát, mert az ostala az eredeti bolygó. Ez az alapkoncepció, ez az alap kiindulási pont, és ezen kívül pedig Vasilisza a másik, aki elvileg az apja él, de hogy így nem tud róla semmit, egy gyakorlatilag árva, és ő így nem tud erről az óramágusokról, az Efloráról, meg semmiről semmit. Aztán egyszer csak a semmiből fölbukkan, az apja magához veszi, és a kislány élete a feje tetejére áll. Szerintem azzal nem árulok el sokat, mert eléggé korán kiderül, de a lényeg, hogy az apja nem így a legjobb apa, mint nem is... Eléggé rossz családja van, maradjunk annyiban, és így mindenféle úton, módon végül is ő elkerül az Eflarára, és így jobban megismerkedik az óramágusokkal, az óramágiával, és ekközben derülnek ki dolgok a világról, róla, és minden másról is. Szóval én ezt a könyvsorozatot nagyon tudom ajánlani, nekem eddig nagyon tetszik. Ilyen fajta mágia rendszer én még
ilyen rendszerrel én még nem is találkoztam, és nagyon olvastatja is magát, ráadásul nézzétek meg, milyen gyönyörű a belső dizájn. Igen, itt pont van egy fejezet, tehát nagyon-nagyon szép maga a kötet, ha ráfókuszál a könyvre. Egyébként ebből magyarul 3 rész jelent meg, de külföldön már megjelent az összes része, ami 6 darab részt jelent. Tehát ennek még 3 része lesz, és elvileg a negyedik rész is majd még hamarost az már készülődik, tehát hamarosan az is kijön. Szóval azt hiszem épp egy óvodás csoportot visznek el az ablak előtt. Szóval, most nekem ez a projektem, ezt szeretném végigolvasni azért is, mert a harmadik rész elvileg ilyen karácsony környékén, karácsony körül játszódik. Orosz új év, meg ilyesmi, azt mondták nekünk a könyvbemutatón, úgyhogy ez nagyon jó lesz egy ilyen november vége, közepe, decemberi olvasásnak. Addig pedig még itt van a második rész, amiben derülnek ki dolgok, ujjaj! Nagyon-nagyon tetszik ez a sorozat, nagyon jól is esik ilyesmit olvasni, mert ilyen könnyedebb, így az Írha és Bőr után főleg. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végre a Barangolás Európában ukrán részét is ezzel így meg tudtam csinálni. Szóval olvassatok óramágusokat, mert legalább azért adjatok neki egy esélyt, mert az írónő egy cukorfalat. Tényleg, nagyon aranyos és kedves. Nézzétek majd meg a vlogot róla, ha még nem láttátok volna, mert minket levett a lábunkról Natália Sárba. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!